A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Szép estét kívánok! Az új esztendőben is folytatjuk ünnepi beszélgetéseink sorát. Mai vendégem Bödör Sándor, a Székesfehérvári Baptista gyülekezet, presbitere gyülekezet vezetője. Tisztelettel köszöntöm, boldog új évet! Köszönöm szépen, és boldog új évet kívánok önnek is, és minden nézőnek. Nos, hát egy kicsit vissza kell, hogy tekintsünk, és nem csak 2023-ra, hanem egy ünnepi alkalomra, 2022. október 23-át írtunk, amikor a gyülekezet által megszavazott felhatalmazást az ön számára, mint gyülekezetvezető számára átadta Kovács Dániel társlelki pásztor, illetve Hári Tibor és Pavkó József előjárók. Ugye ezt imádsággal erősítették meg, ugyanakkor a megerősítés mit jelent az ön számára? Hát talán érdemes körülírni ezt az eseményt, mert a közösségünkben nagyon fontos az, hogy mi keressük az Isten akaratát, hogy mire hívott el bennünket az Isten, és talán innen tudom megközelíteni azt is, hogy mint minden közösségnek, minden szervezetnek van egy vezetője. Én, hogy gyülekezetvezető lettem, azt én úgy tudom elfogadni, hogy van nekünk egy főpapunk, Jézus Krisztus maga, és amikor a gyülekezet többi vezetői és a gyülekezettel együtt úgy gondolják, hogy valaki, mondjuk így, hogy érdemes arra, hogy személyében is élére álljon egy közösségnek, az számomra egy nagyon nagy megtiszteltetés, ugyanakkor azt gondolom, hogy az Isten megerősítése van mögötte. Az imádság, amit a testvéreim, felsorolt testvéreim elmondtak, az a kapcsolat, ami számunkra nagyon fontos, hogy Istennel kapcsolatban vagyunk. Mi azt a pályát keressük ebben a világban, amit Isten nekünk kijelölt. Igen, egy igében úgy fogalmazott ön nyilván, hogy mert ő a mi Istenünk, mi pedig legelőjének népe kezében lévő nyáj vagyunk. Azt hiszem, hogy ez nagyon-nagyon fontos. Egy röviden azért, mielőtt a gyülekezetről beszéljünk, az ön pályaválasztása, életútja elkötelezedéséről szeretném kérdezni. Hát ez egy ágas-bogas út, mert én egy olyan családból jöttem, ahol Isten szava nem nagyon hangzott el. És már felnőtt koromban találkoztam egy misszionáriussal, akiről nem tudta, hogy misszionárius. Ez még a 80-as évek legvégén volt, amikor ide misszionárius nem jöhetett be az országba. Viszont a barátom Mark Bonhennek hívják, az Egyesült Államokból jött. Ő angol nyelvtanárként jött Magyarországra. Az ELTE-n tanított is, eredeti angol nyelvű nyelvtanárként. De közben, ahogy az itteni életét élte titokban, ő misszionárius volt. Én angolt szerettem volna tanulni, és ő azt mondta, hogy akkor tehát jelent meg az Új Szövetség angol-magyar nyelven. És azt javasolta, hogy olvassuk ezt a könyvet, mert hogy a mondatok be vannak számozva. És az ember tudja az egyik oldalán, melyik mondat a másik oldalon ott van. Hát én így jártam, hogy angol nyelvet akartam tanulni, és találkoztam Istennel. Azt hiszem, hogy ez egy csodapillanat lehetett. Tehát a rendszerváltás, játékosan fogalmazva, a rendszerváltás meghozta önnek a hitet is. Tulajdonképpen igen, így van. Mikor hozott döntést arról, hogy hivatásszerűen fog a baptista egyházhoz tartozni, a gyülekezethez? A hivatásszerűség az talán úgy van, hogy én most legutóbb ebben az évben volt egy olyan döntés, tehát a gyülekezet vezetőség, hogy is fogalmazzam, több mint egy évvel ezelőtt volt, még 22-ben, az igazából egy civil foglalkozás, tehát ez nem hivatásszerű elköteleződés, ez a civil munkám mellett vállalás volt. Én most a legutóbbi fél évben vagyok egyébként a gyülekezet élén, mint gyülekezet vezető presbiter, mint aki részmunkaidőben hivatásszerűen is végzem ezt. Egyéb iránt mivel foglalkozik?
Egyéb iránt én tanácsadóként dolgozom, üzleti tanácsadóként, és minőségirányítási rendszereket auditálok, megfejlesztek cégeknél. Nagyon érdekes ez a kapcsolódás, mert szeretem ezt a munkát is. Ha választanom kell, akkor azért az Isten népének, a legelőjének a nyáját vezetem, talán az közelebb áll hozzám, de szeretem ezt a munkát is, mert a munkámban nagyon sokszor átélem azt, hogy mindenféle szervezetnél nagyon fontos alapelvek vannak, hogy a felelősségek nyilvánvalóak legyenek, hogy kinek mi a dolga, az nyilvánvaló legyen, hogy ez valahol kommunikálva is rendben legyen. Ez a gyülekezetekben, meg a civil szervezetekben hasonlóképpen nagyon fontos dolgok. Nos, megérkeztünk most akkor a telephelyre, ami azt az elvet képviseli, ami azt hiszem, hogy példaértékű mindenféle értelemben. Azt nagyon is jól tudtuk, hogy eddig abban az utcában volt egy romos ház. Aztán elindult az építkezés, és most gyönyörűség, azt hiszem, hogy aki kívülről, belülről látja, mi abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy sikerült végigkísérnünk az építkezés folyamatát, a berendezkedést. Ott voltunk olyan alkalmakkor, amikor már ott voltak a fiatalok, kevésbé fiatalok, és együtt tudtunk örülni annak, hogy végre igazi otthonra találtak. Ez egy óriási lépcső? Mert ez csak a külsőség, azt nagyon is jól tudom. Így van. Ennek ellenére egy nagyon nagy lépés. Így van. Annyit kell mondanom az építkezésről, és általában a gyülekezetről, hogy mi párhuzamosan gondolkodunk abban, hogy a gyülekezet, és most ilyen szavakat használok, testének az építése, tehát a gyülekezet népe, az embereknek a kapcsolatrendszere, hogy a szívek megnyíljanak, és Isten felé azon az úton legyenek, amire az Isten elhívta őket. Ez is egy építkezés, ez egy társadalmi, társasági, közösségi építkezés, és fontos mellé párhuzamba oda tenni, hogy az épületnek is követnie kell ezeket a dolgokat, ha többen leszünk. Mi nagyon régóta küszködünk azzal, hogy kinőttük ezt az épületet. Ha nem is feltétlenül a romossága volt a probléma, sok minden ott volt abban, hogy egy 200 plusz tagú közösség, nálunk úgy van, hogy a bemerített tagok számát külön számoljuk, és a gyerekeket, családtagokat, akik nem tagok direkt módon, de mégis a gondozottak köré számoljuk, azért olyan 230-250 emberről beszélünk, és az épületünkben nincs ennyi ülőhely tulajdonképpen. De nem csak ez volt a építkezésnek az oka, hanem a másik az, hogy ezt még a 80-as években építette a közösségünk, amikor az akkori elírások szerint nem lehetett az utca szinten a templom, és nem nézhetett ki templomnak. Tehát ami most a jelen pillanatban, aki arra lát, és én nekem mindig megdobban a szívem, ahogy látok egy szép fehér tornyot és benne egy keresztel, ez régen előírás volt, hogy nem lehetett, hogy nem láthatott, nem hirdethette az épület önmagában azt, hogy Krisztusnak az épülete. Most igazából ott tartunk, hogy mi az első fázisnak a befejezésénél vagyunk, tehát tavaly eljutottunk addig a pontig, hogy az első rész funkcionálisan is, kinézetre is, föliratozással is hirdeti mindenki számára azt, hogy itt egy Krisztushoz tartozó gyülekezet van. De van egy második fázis, ami még majd ezután várat bennünket, vagy vár ránk, hogy magára az Isten tiszteleti térnek a bővítésére egyelőre még nem került sor. Ennek természetesen anyagi okai is vannak, meg hát ott vagyunk, ugye az elmúlt néhány évben a Covid-járvány, a különböző jelentős áremelések mind hatással voltak az építkezésünkre, és egyelőre most egy nagy levegőt akarunk venni, és majd ebben az évben meglátjuk, hogy hogyan haladunk tovább. Igen, hát a gyülekezet, és általában ez minden gyülekezetre vonatkozik, én azt hiszem, hogy ezek a problémák, amelyeket említett a koronavírus járvány, a gazdasági válság, a recesszió, mind-mind megnehezítette bármely közösség sorsát, az önökét is. Viszont most menjünk be abba az épületbe, annál is inkább fontos ez, hiszen ahogy önök is fogalmaznak, és tudjuk, hogy az így van helyesen, hogy hisszük, hogy az embert Isten teremtette saját képére és hasonlatosságára, jónak és igaznak.
No, hát ez az alap mindenképpen. Vegyük végig azokat a korosztályokat, amelyeket, akik hisznek, és hisznek abban, hogy az önök által hirdetett isteni eszmék a pozitívak, a jók, a mindennapra vonatkozóak. Nézzük, mert hogy nagyon is jól tudjuk, ugye 250 gyülekezeti tagról beszélt, hogy azért vannak fiatalok, és ennél fontosabb nincs, hogy a fiatalok ideje korán megtudják, megtanulják, elhiggyék, higgyenek benne önmagában, amit önök hirdetnek. Igen, hát örülök, hogy a fiatalokkal kezdjük, mert a fiataloké az élet. Nyilvánvaló, hogy előttük van még egy életpálya. Nem mindegy, hogy hogy indulnak el. A mi gondolkodásunkban, ha az ön szavát használhatom, a mi eszménkben az a krisztusi gondolat van, hogy tulajdonképpen a mi életünket Istentől kaptuk, és hogy Krisztus maga az út, ő az élet. És aki erre rálép, erre az útra, és ezt az életet élti, az egy bővölködő életet nyer ezáltal. De azt is tudjuk, hogy sokaknak nem ez a döntése, és inkább azt a kontrasztot szeretném hozni, akik nem ezt az utat válasszák, általában ugyanazokat a próbákat, amiket mi is megkapunk, nehezebben viselik, nem nagyon látják. Ha fiatalokról beszélünk, akkor megnyílt a világ. Ha az előbb beszéltem a rendszerváltás előtti időszakról, az egy nagyon zárt világ volt számunkra. Most azóta eltelt 31 néhány esztendő, és azt látjuk, hogy nagyon kinyílt a világ a fiatalok számára is. Nyelveket tanulhatnak, külföldön tanulhatnak, olyan életpályát nyerhetnek, amivel nagyon sikeresek lehetnek. És nekünk nagyon fontos az, nekem személy szerint is nagyon fontos az, hogy a Fehérváron fölnövő fiatalok, akikkel találkozunk, az olyan módon tudjon kapcsolódni a közösségünkhez és Istenhez, hogy vágyjon ide-vissza. Menjen, próbálkozzon, tanuljon, legyen gyakorlata bármiben, de jöjjön vissza ezt a várost gazdagítani, jöjjön vissza ebbe a városba, és itt élje a hitét velünk együtt. Tehát végül is emberi módon fogalmazzák meg, ami Isten üzenetéből fakad, és a hit pontosan azért fontos, hiszen ahogy önök is fogalmaznak, hiszük, hogy Isten örökkévaló kegyelméből képessé teszi az embert arra, hogy őt megismerje, értelmében megragadja és szívébe fogadja. Ez az egyik dolog, ez a lélek. Igen. De amikor tenni kell ezért, annál viszont nincs fontosabb. Hogyan tudják megnyerni, hogy egyre több fiatal csatlakozzék önökhöz? Hát most mondhatnám azt, hogy ez az Isten csodája. Mert ha most mondanám, hogy elterveztük, megcsináltuk, és itt az eredmény, akkor azért mindig hozzá kell tenni, hogy az ember tervez. És Isten végzi ezt a munkát. Mi kell ahhoz, hogy a hétköznapok ünneppé válhassanak? Hát én azt gondolom, hogy az ünnep a szó legprofánabb értelmében az valami olyan alkalom, amikor az ember visszaemlékszik, és azt tudja mondani, hogy valami nagyon jó sikerült, jó volt, érdemes volt, hálával tele lehet ünnepelni. És én azt gondolom, hogy a mi gyülekezetünkről egyébként annyit kell tudni, hogy 92 éves történelme van, tehát 93. évvel léptünk. 1931-ben volt az első bemerítés Fehérváron, és ehhez az évszámhoz kötjük el a gyülekezetünknek az megalakulásának az évét. És azt gondolom, hogy ez alatt a 93 év alatt nagy valószínűség különböző intenzitással, de az üzenetünk mindig az volt, hogy a világgal haladni kell. A világnak az új dolgait nem kell feltétlenül kizárni az életünkből, de meg kell vizsgálnunk, hogy mennyire támogatja, erősíti a közösségünket, illetve az Istennel való kapcsolatunkat, vagy mennyire akadályozza, és legyünk bölcsek, mert hogyha haladni kell a korral, azokat a lépéseket meg kell tenni. A fiatalokat nem lehet 20-30-50 éves dogmákkal megragadni.
nekik ma, a mai életben kell olyan dolgokat adni, amire ők vevők. És amikor mi azt mondjuk, hogy akarunk nektek teret adni, akarunk nektek olyan lehetőséget adni, olyan programokat, ami titeket egyébként érint és érdekel, akkor ők nagyon hálásan veszik ezt a dolgot. És talán ezért van az, hogy a fiatalok az iskolatársaikat elhívják, talán a barátaikat elhívják, és így ismerkedünk meg egyre több fiatallal. Tehát ez egy kicsit olyan, mint a Szent Szellem munkája, ugye? Hogy, igen. Hogy szüntelenül munkálkodik, mert hogy újjászületett ember szívében, lelkében egyéb. Ezt mennyiben és hogyan segítik elő az alkalmak, a találkozók a baptista egyház életében? Hiszen itt vannak a kicsik, nagyocskák, aztán a felnőtt, ifjú felnőttek, és így tovább. Igen, a gyülekezeti munkánkban minden korosztálynak, minden életkornak megvannak a saját programjai. A fiataloknak is van kis ifi, van nagy ifi, tehát korosztályok szerint is külön veszük. Azt is látjuk ma már, hogy néhány esztendő elteltével nagy különbség van már a fiatalabb nemzedék gondolkodásában. De az időseknek is megvan a saját maguk programja kifejezetten nekik, illetve vannak olyan házi csoportjaink, ami azt kell érteni, hogy 5-8-10-12 ember hetente rendszeresen találkozik, nem az épületünkben, tehát nem a közösségi épületünkben, az imaházban, hanem akár családuknál is. És a kapcsolódás, a közösségnek az élménye ilyen szempontból nagyon erős. Arra figyeltem fel, hogy aztán, és ívet ad ennek a történetnek mindenképpen, hogy törölmetszett 21. századi történések is vannak. Például használják a világhálót igehirdetésre, aminél azt hiszem, hogy ez jobb ebben az értelemben nincsen, hiszen nagyon gyakran előfordul, hogy valaki, és ez nem időjárás függő, hanem a lelki problémáiból fakadóan nem szeretne, nem tudna megjelenni, és azért, ha otthon ül a magányában, és meghallgatja az igét, Igen. Akkor az egy kicsit más. Hogy kell erre felkészülni? Hiszen ez ahogy mondtam, ahogy kezdtem keretbe zárva, ez valóban 21. századi történet. Hát, azt és gondolom, ön is él vele, mint hogy tudjuk. Ne, abszolút. Abszolút. Sőt, van egy nagyon érdekes gondolat, mert amin évek óta töprengek és gondolkodom, hogy van egyfajta világkorszakváltás mostanában. Mintha nagyon fölgyorsult volna sok esemény. Nagyon sok olyan találmány van a világon, ami nagyon gyorsan bejött és használjuk. A világháló is ilyen, hogy 30 évvel ezelőtt erről talán csak nyomokban hallottunk, hogy valakinek van e-mail címe, és hú, ez micsoda, hogy is működik. Ma meg nem is tudjuk elképzelni az életünket ennélkül. Az, hogy mi közvetítést találtunk ki, hogy a mi ige hirdetéseinket, Isten tiszteletei alkalmainkat kitegyük a világhálóra, ez már a Covid előtt is megjelent igazából. Már sokat beszéltünk róla, de meg kell mondani, hogy a Covid volt az íre a pont, amelyik azt mondta, hogy itt az idő. Tervezgettünk, húztuk, halasztottuk, és amikor jött a Covid, amikor ez volt, hogy nem csak egy-két ember, hanem szinte mindenki. Előbb említette ön Kovács Dániel lelkipásztor kollégámat. Ő mondta azt, hogy egyszer valamikor korábban volt egy nagyon rossz álma, hogy egyedül van egy imaházba, egy Isten tiszteleten, és senki nincs ott rajta kívül, és ő prédikál. És azt mondta, hogy most a Covid alkalmával átélte ezt a dolgot. Talán nem egyedül volt, hanem az a 3-4 technikus, aki a felvételt, meg a hangosítást szervezte. De tulajdonképpen nagyon rossz érzés volt az, hogy a közösséget nem láttuk, nem igen, volt ott. De ez megerősíti az elkötelezettséget bizonyos értelemben. Hiszen tudja az ember fia, hogy igen, hallgatják, és adott esetben azt teszik, amit ilyenkor tenni lehet otthon. Igen.
Igen, és Bólint. És milyen jó az, hogy mi tudjuk nézni, hogy hányan kapcsolódtak rá, tehát az internetvilág olyan nagyszerű információkat ad nekünk, hogy láttuk, hogy 100-an, 150-en megnézték élő közvetítésként, utána megnézték az ige hirdetéseinket még utána, úgyhogy nagyjából tudtuk pipálni, hogy a gyülekezet egészen ott volt igazából. Ha nem is testben egy helyen. De lélekben mindenképpen, így van. Beszéljünk egy kicsit a megbecsülés napjáról, hiszen ez egy új kezdeményezés volt, és azt hiszem, hogy nagyon fontos egy csoport, egy gyülekezet számára, hogy ezt tovább viszik most már. Fontos megemlékezni azokról, akik fölvállalnak valamit egy közösségben, bármely közösségben. Elismerni azt, hogy akik vezetők, kicsi csoportnak a vezetője, vagy egy nagyobb egységnek, vagy akár az egész gyülekezeti munkának egy összefogó vezetője, azok azért alapvetően a saját idejüket, energiájukat oda teszik, és sokszor a családjuktól vagy a munkájuktól kell ezeket az időket elvenni, de valóban így van, ez az elkötelezettségnek egy nagyon fontos mérőszáma. Nekem az álmom, az a látásom, az a vágyam, talán így mondom, hogy a gyülekezetünkben mindenki valamilyen szolgálatot tudjon vállalni, ha kicsit is, a legkisebbet is. Ez alő hozzájárul ahhoz, hogy a közösség erősödjön, hogy egy közösségnek, egy keresztény közösségnek alapvetően mindig az az elsődleges elhívása, hogy beszéljen Krisztusról, hogy bemutassa Istennek a tervét, hogy az emberek körülöttünk ismerjék ezt a nagyszerű dolgot. És talán ebben mindig van szerep, mindig van valami olyasmi újdonság, amit lehet elismerni, hiszen akik közöttünk vannak, és a gyülekezet közössége is, mi vezetők is látjuk, hogy kik azok, akikre mindig számíthatunk, kik azok, akiket igenis el kell ismerni. Ki kell mondani, hogy nagyon hálásak vagyunk azért, hogy ők ezeket tették. Mint ahogy a 119. Zsoltárban is megfogalmazták, ugye boldogok, akiknek útja fedhetetlen, akik az Úr törvényében járnak, boldogok, akik megőrzik az ő bizonyságait, és teljes szívből keresik őt. Úgy van. No, milyen üzenettel érkezett az idei esztendőre? Hiszen én azt hiszem, hogy így a beszélgetés végén üzenjünk valakiknek, mindazoknak, akik hisznek, akik úgy gondolják, hogy 2024 is egy folytatása mindannak, amit elterveztek, megtapasztaltak, megéltek. Én egy olyan gondolatot hoztam, ami az én megtérésemmel és a rendszerváltással nagyon közeli volt. Ugye azzal kezdtük a beszélgetésünket, hogy én valamikor a 80-as években találkoztam egy misszionáriussal, és a 90-es évek elején megtértem. A megtérésemkor nagyon szívemre helyeződött egy ige, nagyon érdekes ige. Az az ige volt az, amikor az volt a kérdés, hogy Ábrahám találkozott az Istennel, az Úrral. És az Úr elmondta Ábrahámnak, hogy van neki egy terve, Sodoma és Gomora, amelyik egy pusztulásra ítélt város. És természetesen nem ez a párhuzam a Fehérvárral, hanem inkább az a kérdés, hogy nekünk embereknek milyen fontos szerepünk lehet abban, hogy ez a világ tönkre megye vagy nem, hogy előre megyünk-e vagy nem. Hiszen ott Ábrahám elkezdett beszélni az Istennel, elkezdett alkudozni. Azt mondta, hogy ha 50 becsületes ember van abban a városban, akkor ugye nem fogja elpusztítani az Úr. És mondta az Isten, hogy igen, így van, nem fogom elpusztítani. És utána azt kérdez, hogy és ha 45, és ha 40, és ha 30, és ha 20, és ha 10.
És ez nem a városunkról szól, hanem inkább az egy kérdés van. Mi van akkor, ha nincs meg az a szám, amitől az Isten megvédeni ezt a várost? Ha nincs meg ez a szám, rajtam múlik. Az ottani példában 9 ilyen ember, 10 volt a vége, és tudjuk, hogy Lót családja összesen 6 ember volt, aki onnan kimenekedett. Én azt kívánom itt most Fehérvár népességének, akik nézik ezt a műsort, hogy ebből a történetből azt nézzék meg, hogy mi van akkor, ha rajtam kívül nem lenne meg ez a létszám, de velem együtt igen. Hogy akkor van-e teendőm? Van-e nekem személyesen olyan gondolatmenetem, amiért azt kell mondani, hogy én ezt a városért teszem, én ezt az emberekért teszem. Azért az értékért, amit az Isten állított ide nekünk föl. És én azt gondolom, hogy az én személyes motivációmban ez nagyon sokszor ott van, hogy nem gondolom, hogy én vagyok a legjobb ebben, lehet, hogy a legkisebb vagyok, de ott kell, hogy legyek, mert én keresem az Istennek az akaratát, amelyik egyébként, ha kinyilvánul, ha megjelenik, akkor ott csodák történnek, akkor ott gyógyulások történnek, akkor ott megbocsátások történnek, és azok az emberileg megoldhatatlan konfliktusok meg tudnak oldódni egy perc alatt. Történjék így. Ehhez kívánok önnek, hittársainak hitet és erőt. Köszönöm, hogy megtisztelt. Köszönöm szépen én is. Kedves nézőink, az ünnepi beszélgetéseik sorában Böldő Sándor presbiter, a Székesfehérvári Baptista gyülekezet vezetője volt a vendégem. Köszönöm, hogy megtiszteltek bennünket. Viszontlátásra, boldog új évet! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.